Ünnepes kellemeket! Idén több mint 5000 kihívás ötlet. Hát rendben, fokozzuk az őrültséget. Én elolvastam mindet. Szóval, szerintem vágjunk is bele. Egyél meg egy mézes kalácst. Próbáld meg elvágni baltával. Hát ezt elbaltáztam. Csináld meg a világ legkisebb mézes kalácsát. Nos, íme. Ez volna a világ valaha volt legkisebb mézes kalácsa, egy tűhöz viszonyítva. Meg kellett jelölnöm a helyét egy másik mézes kalácssal. Miután kisült aranybarnára, vagy inkább túlsült barnára, akkor valamiféle világrekordernek éreztem magam. Majd pedig szó szerint felemésztettem a nyomokat. Süsd meg őket alufóliában. Először is becsomagoltam a csodálatos tésztámat, aztán egy teljesen átlagos kis farakást fabrikáltam, amit követhetett a fokozottan veszedelmes korona, nem az, amire elsőre gondoltál volna, majd pedig megtörténhetett az akciók lángra lobbantása. Nem tudom te hogy vagy vele, de nekem rendkívül tetszik a tűz látványa. Éppen ezért most rengeteg remek lassítást mutathatok neked. Persze mindegyiket meg kellett szenvednem a jókora füstben. Ettől függetlenül lassan kezdte is elérni a rakás a kellő hőmérsékletet, emiatt pedig nagyjából fél óra várakozást követően a hajítás érkezhetett. Oda került mindkét mézes kalács a forró sütőjébe, ráadásul konkrétan még be is fettem őket, sokkal nagyobb füstöt eredményezve. Na de, az első rész felidézve, ezután egy kis nosztalgia következett. A tábortűz körül egy kis mézes kalács pillecukor sütés, perfekt családi élmény, ajánlom mindenkinek. Ám ezzel egy kicsikét túl sok idő eltelt, és csúri mézes kalácsok közben szénné égtek. A tűzből való kibányászás után így látni őket, én kiégtem. Viszont nem hagyhattam veszni a kihívást, éppen ezért egy harmadikat is készítettem. Ott pirult a parázsban gyönyörű szépen, én pedig közben a kifogott halakat sütögettem. És végül a tökéletes alufóliában sült mézes kalács is megszületett. Tökéletes? Hát színvonal az egekben. Kibontottam kézzel, amennyire csak lehetett, aztán pedig a kalapács kegyetlen erejével fel is nyitottam ezt a különleges termésnek álcázott, ropogós kérgődebelő folyósan puha, incsiklandó csodaételt. Kicsit kokszos, kicsit feketés, de legalább a miénk. Hát ez a... rágós. Kicsit füstaromás. De tetszik. Készíts mézes kalácsból egy nagy feliratkozás gombot, és a végén nyomd meg. Ezzel vagy egy órát elszórakoztam. De megérte, mert elkészült a tökéletes gomb. És hogy ez hogyan lesz lenyomva? Megéri végignézni a videót? Természetesen a hagyományt megőrizve ismét sütöttem mézes kalácsot az öreg bácsinak, aki egy éve ellátott horgászbottal, és aki a mai napig benne van ám az iparban. Na jó a kapás. Jó van. Micsoda mézes kalács. A nézőim kérték, hogy hozzak szív és csillag alakú mézes kalácsokat, úgyhogy idén is hoztam önnek ilyen finomságot, hogy a egészséggel. Köszönöm. Beleteszem kajába. Nem, hogy ülök én le. Reszeld le őket. Azért mindennek van egy határa, de ennek a videónak nincs. Most kérlek szépen mézes reszeltet fogunk készíteni. Méghozzá az eredeti, originál recept alapján. Originál. Hozzávalók, egy magyar kátyúnyi mézes kalács és semmi más. Well played. Egyszerűen csak benyomjuk a gombot, és hajrá! Tökéletes! Hallod, ez amúgy tisztára úgy néz ki, mint az arany. Szerintem perfekt eleddel az ínyencek számára. Amúgy viccet félretéve, actually rá lehetne szórni valami süteményre vagy tortára. Hang vagy őket lefagyasztani? Hát nem. Először is öntöttem vizet, szó szerint belehajítottam őket, és elkezdtem mindet hibernálni. Most pedig kövessük végig, hogy olvadnak ki. Vidd őket fel az űrbe. Ez elsőre őrültségnek tűnhet, de a kreativitásotok mérhetetlen. Adtak rá megoldást a többiek. Jön Réka, hozza a lufikat. Íme, az első mézes kalács, ami elmondhatja magáról, hogy járt az űrben. Kis lépés az embernek, nagy lépés a mézes kalácsnak. 3, 2, 1, és mehet. Sikerült! Azt a mindenét! Tudod, hogy ez milyen messzire el tud menni? Tippelj! Én nem tippelek! Egyébként akár 10 km magasságba is felrepülhet. Na de, kezdjük egy meglepetéssel. És akkor így cirip, 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 cirip. Ugyanis a nézők, azt képzeld el, hogy megleptek valamivel, pontosabban
volt egy kérésük, hogy hagyjak át neked valamit, és süssek le neked valamit mézes kalácsból. És ezzel is készült, úgyhogy a nézők és a saját nevemben is utólag is boldog születésnapot. Ennyire tetszik. Akkor még a fejem. Egyébként tényleg, ki tudod vele magadat cenzúrázni? Nem is látszik, kitetted a képet. Egy szeggel. Fogpiszkáló valahogy a tökös videónál írt. De amúgy a YouTube díjat gondoltam, de egy mézes kalács szív az jobban passzolna. Hát, mi lesz a következő kihívás? Hát, most, hogy a szíveket megbelengedtük, jöhet a mézes kalács pirítás. Na ezt figyeld! Behozzuk az egész konyhát. Nem úgy kell már bele, igaz, hogy még be sincs dugodott, csak óvatosan. Nos, erre találták fel a hosszabbítót. Tökéletes. És akkor megy is a pirítunk. Pirítsunk mézes kalácsot. A gyerekzár hibája. Milyen gyerekzár? A zöldek, azok az a gyerekzárok, hogy a gyerek ne tudjon beledugni mindent, ugye tudod? Hát látod, neked való. Nem így gyerek vagy. Te is. Ez csak melléke. El van a gyerek, ha játszik, tartja a mondás. Éppen ezért itt egy kenyér alakú mézes kalács. Úgyhogy, lássuk, majd tedd bele ezt is, tehát nyugodtan. Csináltál piszkos munkát, bármelyikbe válasz. Döntésképes voltál egyszer az életben. Azt a határozottságot! Micsoda határozottság? Figyelj most amúgy, hogy a szinten van ez? Hány óránál fog menni? Már most érzem. A hármasom. A finom illatát. 2 és 3 között. 2 és 3 között? Hát, mint a matek átlagod. De az benne a baj, tényleg. Nem baj, mert van mézeskolás kenyerünk, ami egyébként meglehetősen égett szagon. Miért jöttem? Gyerekek. Ez veszélyes. Jó, megszoktam, hogy mindent csinál. Igen, te itt most mindent is csinálsz. Ez itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy baj. De, ha jól látom, akkor már megy le az ideje, úgyhogy lassan ki fogja dobni magába. Hát megégetjük, megpörköljük egy kicsit. Megvan, tudod, hogy... A 5 moments later. 5 moments? Jó, az angol jegy. Hogy a 5 moments. Akkor jó, hogy nem úgy mondod, hogy... Fedublabé. Vagy hogy mondják? A few moments later. A few moments later. Ki jött? Az igen. Egyébként tudod mi vele a poén? Hogy ez inkább megolvadt, mint megsült, és egy kicsit elszíneződött. Tudod mit? Tegyük fel 4-esre, és akkor megpörköljük. 4-esre? 4-esre. Fegyulod a stúdió, mit csinálsz? Van poroltó. Csak papíron. Szerintem ez itt valami így nem jó, tehát én ezt így érzem, hogy ez így nem. Jó, ez valóban nem igazán lesz mondom. Így jó. Nem is rossz. Figyelj, megkapta a tökéletes ízvilágot, úgyhogy itt lenne most tűzjelző, akkor már beriasztott volna a tűzoltóságon. Viszont... Last Christmas. Nos, hoztam a speciális kulináris élményhez tányért, villát és kést. Ó, de büdös. Először is áramtalaníts. Másodszor ezt húzd ki. Harmadszor ne törd össze a stúdiót. Negyedszer pedig... Kivehetem? Persze, de csak hogyha tudsz tálalni. Evőeszköz elhelyezés. Tökéletes. Nézd meg, 5 csillagos tálalás. Igaz, lehetett volna még középen, de... Megint is kóstolja meg? Te! Na jó, bevállalom, most az egyszer. Ó, de az asztal megmaradjon tehát. Az igen? Egy falatot onnan a finom részéről, a sült részéről. Egyébként a belseje is ilyen porhanyós lett. Nem volt ez ilyen porhanyós eddig. Porhanyós? Porhányós. Hát nem is hányós, nem is anyós, de porhanyós. Átjárta a füst aroma. Kóstad meg, ez egy ínyenség. Vágok neked is. Jaj, de jó! Ugye milyen finn? Jól csütöttünk? Igen. Szerény javaslatom az, hogy ezután a gurmé élmény után pakoljunk el. Csinálj egy trónt a kis Rolex figurának, ahogy tavaly megígérted. Erre egyébként jó párra emlékeztettetek, így hát nem vicceltem. A közel 2 órás kőkemény munkába bele is kezdtem. Először a figurára méretezett hátlapot készítettem el, ami túlságosan vékonynak bizonyult a későbbiekben. Idén egy sokkal stabilabb trónt képzeltem el, ami rendesen megtartja a babát álló helyzetben. Ennek megvalósítására egy lyukas lapot találtam megfelelőnek, amit ki is vágtam egy előre elkészített papírcetlivel. Ezután a stabilitást adó 2 egyforma oldallap érkezett
lehetett, végül pedig az egész trónunk eleje. És, mint említettem, a hátlap jól láthatóan túl keskeny lett elsőre, éppen ezért újra csináltam az egészet. Ám most már rendesen alkalmazkodtam a többi elemhez. Az aljával fog illeszkedni hozzájuk lent, és a teteje pedig trapéz alakú, enyhén vékonyodó lett. Legutolsó lépésben pedig a biztonság kedvéért egy kicsit támasztékot készítettem, hogyha esetleg valamelyik irányba a trónunk dülöngélne. És szerintem valami elképesztő látni, hogy ez hogyan is sült meg. Először sokáig duzzad, nő a térfogata, aztán pedig a legvégén összemegy. Na de, a szórakozás csupán csak ekkor kezdődhetett. Az összeillesztés további egy órát vett igénybe, és most már végre te is láthatod a pontos elképzelésemet. Melynek megvalósítása millió méregetést, faragást, vagdosást, szenvedést, időpocsékolást, új hólyagosodást, ideg összeroppanást eredményezett. Egy dolgot mondok, fogpiszkálókat szurkálni kegyetlen. De miután végre bekerültek a helyükre, a tényleges összeillesztés volt a kedvenc részem, ami eredményezett egy csodálatos kis építményt. Na, hát az előző résszel ellentétben ez már azért egy trónnak számít. Mondjuk így egy WC-re hasonlít. Hát nézd, ez így abszolút egy vicc. Viszont én tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog sikerülni. Ráadásul ennek köszönhetően most már megvalósulhat a következő kihívás is. Adj Aralix babának egy kardot. Ennek a kiformázása a kenyér maradványából egyszerűen megvolt. És abszolút jó, miközben mégis egyszerű lett. Ezennel hivatalosan is lovaggá jutlak. Stessék, eme szent kard. Mától a tiéd. Egyébként ezt a limitált figurát kérheted akár a mestercsomagban is, mely mellé jövőre, ajándékként, szülinapodkor egy személyre szóló köszöntést fogok küldeni. Ez a legutolsó lehetőség ilyenre, örökkön, örökké. Lesz meg a leírást, vagy pedig a rolix.hu-t a további infókért. Addig én azt hiszem takarítok egy kicsit. Készíts belőlük karácsonyfadíszt. Egyébként otthon akár te is rendkívül könnyen készíthetsz mézeskalácsból karácsonyfadíszeket, ugyanis nincs más a szükséged, mint... egy fonára, egy fogpiszkálóra és egy ollóra. Pontosan. Könnyű a dolgunk, hogyha az illető ilyen lyukas, viszont mutatunk egy-két trükköt szintén az ilyen tömött barátainkra. Tömött. 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 Nem lyukacs nélkül. Lyuk nélkül így tömött. Jöhet a fonál, Mrs. Réka. Ekkorát. Ez a felesleg. De hát, ja, azért. Aztán pedig... egy ekkora... hát így egy ekkorát levágunk. De ez nem lesz elég. Dehogy nem. Mert meg kell kötni. Hát nézd meg, pont tökéletes a mérete. Viszont a végén látszik, hogy ez így nem túl normális, és ilyenkor szokás a végét egy kicsit megpirítani, és akkor innentől fogva ez nem fog majd szétjönni. Ezután átszorjuk a szemén. Kizárólag a szemén. Jó lenne tudni, hogy hogy kell megkötni. Jó, tudunk kötni. Persze, hogy tudunk kötni. Látod? Perfekt. Az persze igaz, hogy ennél sokkal hosszabb szárral kell. Na és a karácsonyfával mit fogunk kezdeni? Átszorjuk! Remek! Hát akkor bányászd ki. Kész! Most akkor egy kicsit hosszabbat vágunk, tanulunk a hibáinkból. Megégetjük ezt a drágaságot. Csak ne a kezem. Á, nem, az soha. Oh. Azt figyeld, mekkora tüzet csinálunk. De még hagyd, még... és nem máskor, mint... most. Hú, de büdös. Jön a másik. Bizony, bizony. Amúgy nem tudom, miért kettővel csináltuk, de... a kezem, vigyázz! A kezed jól van. Á, fúj, de... ez csak tűz. Jó. Ne aggódj. Eljött az igazság pillanata. Csapassuk. És hát, bújt, sikerült. És közben jönnek le van. Igen. Közben darálja. Lány vagy. Kötni tudni kell. Technika. Az igen. Most az orra. Te vagy az én karácsonyfa. És akkor most így. De amúgy ez még jó lenne akár fülbe valónak is. Kreativitás level 1000. Panírozz be pár mézes kalácsot és kóstold meg. Nos hát, panírozott mézes kalács. Felkaphatnál valami puccos amerikai étteremlánc? Mondd ki oroszul, hogy mézes kalács. Embernyi planyek. Ты любишь? Da. Egyél meg egy hamburgert, amiben hús helyett mézes kalács van. Sok sikert! Nos, ismét eljött az idő egy ínyenségre, ugyanis most megcsináljuk a honey burgert. Melynek hozzávalói vaj, maga a burger, egy kés, mézes kalács, hús, és sok. Méghozzá a Himalájából. Ez is fontos. Kérlek, vázold fel az első lépést. Megfogjuk kést, és szétvegjük a burgert. Hány részre? Kettő részre. Jó, ez a férfi munka. Ezt megcsinálom én. Talán?
Egynek elmegy. Kenheted, de az asztalt ne vágd el. De amúgy miért lecés késsel? Miért nem kenő késsel? Spórolunk a mosással. Na most gondolj bele, recéssel lehet elvágni, aztán még hozzak kenőt is, hát két kést elmosni, úristen. Úgyis én mosogatok. Így jó? Tökéletes. Ide egy csipet. Bele az asztalba. És ide egy csipet. És beletesszük a mézes kalácsot, ami nem lett tökéletesre méretezve, kicsit ki van spórolva, de semmi baj, semmi baj. Nézd meg. Kis bajot. Tökéletes burger. Perfekt. Kóstold meg. Nem akarom. Ebbe hogy kéne beleharapnom? Innen vagy innen? Hát az első harapásban még nem lesz benne a mézes kalács, a másodikban már talán. Akkor beleharaphatok? Ez nem kérdés, bele kell harapnod. Ezt meg kell enni. Kétszer akkora, mint a fejed. Ez még közel sincs. Még közel sincs a lényeghez, a tartalomhoz, a contenthez. De nem tudom akkor elharapni. De meg kell tanulni. Vágjuk így ketté. Amúgy ez 200 IQ. Azt sem volt egy bucink. Azt figyeld. Azért az asztalt azért egybe. Jó, az asztalnak már mindegy. Ketté vágod az asztalt is. Látod, itt most már bármely harapás beletorkollik a mézes kalácsba. Nyilván ezt is én elsőként. Hát persze. Jó, mondjuk most már nekem is van. Koci, Egi. Egész. Amúgy nem rossz. Tehát ez erre sós is, édes is. Finom. Amúgy az elején tényleg olyan, mint hogy egy húsba haraknál bele. Gondolj bele. Óriás cégek kísérleteznek műhús meg növényi hús előállításával. Állítsák le a kísérletezést. Itt az alternatíva! Minecraftoz mézes kalácssal! Nos, lehet talán kicsit túl komolyan vettem ezt a kihívást, ugyanis megrendeltem Amerikából ezt a Makey-Makey-t, ami nem más tud, mint azt, hogy le fogjuk cserélni a billentyűzet gombjait mézes kalácsra! Ennek segítségével, úgyhogy jöhet az unboxing. Szerintem csapást, pontsd ki! Wow! Doboz! Doboz a dobozban. Azt a mindenit. Itt van a használati utasítás, de ez nekünk nem kell. Egy matrica. És aztán pedig egy alaplap. Atyai, ebből mi lesz? És zsinór! Zsineg, ott is vannak. Az nem semmi. Van egy piros és egy fehér. Na, szerintem ez itt tökéletes. Hőlékballon, puf! Milyen hőlékballon? Először is szedjük szét valahogyan a zsinórokat. De hogy? Hát ügyesen. Ezt hívják bobozásnak. Hol van az olló? Azon! Ez csak olló. Azt hittem ide dobod. Nem. Azt a mindenét, hogy lejött. Rendben, van összesen 2, 4, 6 darab ilyen színes zsinórunk, valamint egy piros zsinegünk, amivel majd összekötjük a géppel ezt a csodálatos alaplapot. Jó, ez nem nyakék, meg egyebek, szóval ez annál egy kicsit komolyabb dolog. Mindenben nem csinálunk Rolex divatot. Pontosan. És ez egyébként remek csomagolást kapott. Húha, erre érdemes lesz vigyáznunk. A mondó vagyok, hogy érkezhetnek a mézes kalács gombok. Először is levágtam őket egy vaskos cullanak tésztából, majd pedig megrajzoltam a betűket, illetve a space-re csupán csak egy kis vékony csíkot. Nos, a sütőben ezek átestek valami drasztikusan nagy változáson, és én csak néztem, hogy ezek most komolyan meg akarják szivatni Rolexot. Konkrétan alig ismertem rájuk a kivételkor. Ahhoz képest, hogy a space csupán csak egy vékony csíkból indult, génmanipulálta a sütő, vagy én nem tudom. Na és akkor, ezeket majd be kellene vizeznünk, hogy majd vezessék az áramot. Ugyanis belénk lesz vezetve egy zsinór, illetve a gombokba is lesz vezetve egy zsinór, és éppen ezért, amikor mi hozzáérünk az adott gombhoz, akkor az közvetíteni fog egy jelet ennek a cuclánynak, ezért kialakul egy áramkör rajtunk keresztül. Szóval ez meglehetősen extrém lesz. Viszont nem, hogy ez dupla. Reméljük, hogy nem ráz meg az áram. Nem, ez egyébként elvileg biztonságos. Elvileg. Először is ezt itt összedugjuk, aztán a zsinórokkal összekapcsoljuk. Először is ebben a vízben feloldunk sót, ugyanis így jobban fogja majd vezetni az áramot. Ebben most a gombjainkat nem túlságosan, de beáztatjuk. Hát kedves Rékum, kötheted. Jó, össze vannak gabajodva, de ezt hogy kell beletenni? Szóval először ezt, ennyire elég? Persze. Jó, és most már csúszik is a kezem, szóval ez még nehezebb, mint volt. Bár nem tudom, hogy jól csinálom, mert egyébként ez már egy más kérdés. Szóval akkor a szürkét és a fehéret ebbe a kettőbe kell még, ugye? Bizony, bizony. Puff, a fehér pedig a space lesz. Kész! De mi van ezzel a pirossal? Az megy a gépbe. Oh. Oké, okay. Azt te teszed bele, Rolt. Jól van. Akkor ez mehet is a gépünkbe.
mi más is játszanánk mézes kaláccsal, mint Minecraftot. Szóval, jaj, létrehozzuk a jaj nevű világunkat, méghozzá normál, nehéz nehézséggel. Mi mással, tudod. Pontosan. És akkor még egy dolog van hátra, mivel itt miközben létrehozódik a világ, magamra teszek egy Rolexos karkötőt, amelynek segítségével leföldelem magam ezzel a piros vonallal, és még én sem tudom, hogy mi fog pontosan történni, de hogyha ez hozzáér ehhez a kezemhez, akkor már minden rendben van. Nem rázott meg, valóban hozzáér a kezemhez? Egy része hozzáér a kezemhez. Éppen ezért, hogyha most megnyomom az előre gombot... Nem történik semmi! Pontosan! És hogyha magával ezzel nyomom meg az előre gombot, vagy itt, vagy bármelyiket... Az ugrás működik! Működik az ugrás! Működik a space! Oké, okay, egy pipa. Ez nem csinál semmit, üt. Te van kötve az ütés. Oké, okay, már csak a mozgatással van gond. Na ezeket kéne valahogy megoldani. De várjunk, most akkor működik a Rolexos karkötővel így is. A space még nem működik így a space. De amúgy maga a mézes kalács, az vezeti, az abszolút vezeti, csak az én kezem nem képes valami oknál fogva vezetni. Mégiscsak képes vagyok áramot vezetni? Néha működik, néha pedig nem. Na jól van, akkor ezt valahogy sokkal jobban rá kéne erősíteni a kezemre. Például itt van ez a vizes szivacs, és hogyha mondjuk ezt erősítenénk fel a kezemre, akkor mindjárt más lenne, tessék. És akkor most légy szíves ott fölülre, valahogy szúrd be. Azaz. Gyerünk! Azaz. Jó! Jó. Átment, és megtartja a Rolexos karkötő ezt a cuclányt, és most, hogyha hozom ezt a pirosat, ezt mondjuk beleaggatom így ide, és akkor talán most... Hallod? A többit is próbált ki. Az igen, de azok nem működnek alapból, viszont ez a kettő ez működik, és ez már haladás. Na ez már haladás. Tehát egy szivacs plusz egy karkötő plusz maga a zsinór, és működik. Tudom irányítani mézes kalácsokkal a Minecraftot, és tudok benne ugrálni. Na hát ezt azért vigyük egy kicsit magasabb szintre. 2000 years later. Rákerestem már mindenféle billentyűzet programra, hogy hogyan mivel változtassuk meg a bemenetet, meg a kimenetet, meg hogy mit csináljam, meg hogyan csináljam. Úristen. Tehát egyetlen egy dologra, csupán egy dologra nem gondoltunk. Hogyha most te ránézel erre a billentyűzetre, akkor azt láthatod, hogy oké, hogy van VASD, viszont van 4 darab mozgatógomb, és ezekre voltak specializálva a cégnél, amikor létrehozták ezt az összekötős cuccost. Szóval szimplán és egyszerűen csak az irányításhoz megyünk, és a nyilakra kell átállítani ezeket a csodálatos gombokat fel, illetve le, balra és jobbra. És akkor most jön az igazság pillanata. És működik! Ezt el se hiszem! Működik! Végre! És tudunk menni, tudunk sprintelni, tudunk mindent csinálni. Jézus most, Atya Úristen! Most próbálj kivágni egy fát. Hát oké, az megy, hiszen csak oda megyünk. Jaj, jaj. Csak úgy megy. Mert olyan ezt lenyomni, hogy nem is veszed észre, hogy lenyomtad, mert ugyebár mézes kalácsot nyomsz, és akkor az olyan puha. Atya ég, ez nem semmi. Nagyon-nagyon meg kell szokni, hogy ilyen batár nagy gombokkal irányítod a játékot, de működik. Mondjuk az ütést, azt egyébként lehet ezzel is, figyelj. És folyamatosan tudja nyomni. De menő! Az igen! Hoppá, föl kell nézni. Úgy van. Üsd ki! Azaz! Kiütöttük az első fablokkunkat ezzel a csodálatos billentyűzetünkkel, és közben lemegy a nap. Megvárjuk, amíg egy creeper megöl minket. Hát persze. Mert elrontottuk a tököt. Ez csak melléke. Átterjed a jel. Másik kezemmel ugyanúgy tudom irányítani. Ez a bizonyíték arra, hogy vezetem az áramot. Jó, tudok két kézzel Minecraftozni. Jó. Nem öl meg! Ami csak nem öl meg, az megerősít. Nos, rendben. Ez nehezebb, mint hittem. Azt hiszem egy dolog eldőlt, így nem indítunk hardcore-t. Ezt a pókot, én most kinyírom. Pók. Jó, ezt senki nem látta, én azért is megölök egy mobot. Gyertek, zombiskák, gyertek, csak gyertek. Ki lesztek cselezve? Figyelj, ki lesztek cselezve? Úgy.
Úgyni? Na, most megvagytok. Látod, így kell ezt, most megvannak. Jaj. És te is? Én nem, én Isten ments. Én igaz, hogy egy picit be vagyok szorulva, de semmi vész nincsen. Mindkettőjüket le fogom győzni idővel. Teljes mértékben karban vannak tartva, kordában vannak tartva. Hátulról nem jön semmi, véletlenül sem jön semmi, egy creepernek pláne nem. Nem, nincs ott semmi sem. De az jó muri lesz. Nem. Figyelj, megvan. Kettő mob! Kettő csapásra! De meg lett! Oké, itt azt hiszem csontváz parti van. Mindenhol. Mondtam, hogy hátulról is jönni van. Őt le tudom győzni, hisz csak bele kell nézni a szemébe, és hogyha folyamatosan a szemébe nézel, nem fog megütni. Eltűnt. Ez az én átkom volt. Jól van. Lesújtottam rá. Mi most elmondhatjuk magunkról, hogy túléltük az első éjszakát halál nélkül, persze, égő zombi, szia haver, és felgyújt, nézd meg. Megöltük, túl is éltük, így kell ezt. De egyébként, hogyha én átadom neked, akkor nyomd a space-t, ments meg minket. Nyom. Az igen! És tényleg! Fölvittél minket a víz tetejére, és tudod így is irányítani. Neked nem is kell szivacs, mert az rajtam van. Az igen. Most attól így fogunk játszani. Igen. Minecraft mesterfokon 65, és akkor így új összeér. Emberek. Ez nagyon menő. Na jó, de most valami jó. Mást is nyomj, mondjuk menj előre. Hopp. Nem megy, és megy. Egyszerűen hihetetlen, ez nagyon tetszik. 24 óráig egymás kezét kell fogni, és mi kell játszani. Kihívás! Üsd ki, nem. Ha, figyelj. Hopp! Nem ütheted ki. Nem! Hopp! De megfog! Szorít, érted? Szorít, hogy kiüthesse a fát! Ilyenkor szoktak előjönni azzal a fogadás, hogy 24 órás élőadás! Na jól van, Rékum, na jól van, de az csak 30 ezer like-nál. Legyen! Na jól van, hogyha összejön, akkor lesz egy külön vidi csak ebből. Az igen, üssük ki azt a fát. Tökéletes lezárás. Készíts TNT-t! Tyuha, azt hiszem bedurvulunk így a videó vége felé. Először is megtörtént a nyújtás, a rengeteg méregetés, majd pedig vonalzóval levágtam a blokk lapjait. Ezeket még a sütőpapíron piszkosul sokáig kellett igazgatni, ugyanis legfőképp ez befolyásolta a későbbi összeillesztést. Aztán pedig a négy oldalára rákerült a felirat is, legvégső és egyben legkényesebb finomításként. Hatalmas figyelemmel követtem a sülést, nem mintha be tudtam volna avatkozni baj esetén, de legalább lélekben már ekkor fel tudtam készülni, milyen is lesz ezeket a fix lapokat összelegózni. Nagy szerencsémre probléma egyikkel sem történt. Éppen ezért első lépésben elkezdtem az oldalakat egy magasságba hozni, majd pedig levágtam az oldalsó éleiket úgy, hogy össze lehessen őket illeszteni. Végtelen sok szenvedés után már be tudtak férni a két fedőlap közé, így felhasználva a fogpiszkálók erejét el is készült ez a kegyetlen TNT. Szerintem az egy-két szépséghibája ellenére rendkívül szép. Nos hát ezzel a TNT-vel már azt kell mondanom, hogy lehet robbantani, nem is kicsit. Egyébként ilyen doboz funkciót is el tud látni. Végül is csak egyszer kell puskaporral megtölteni. Térjünk vissza erre. Egyébként ezt a videót már több mint egy hónapja készítem a háttérben. Szóval, hogyha szeretnél megajándékozni egyetlen klikkeléssel, akkor most iratkozz fel. Legkésőbb addig, amíg ez lepereg. Ezt előre is hálásan köszönöm neked így a karácsony közelettével. Viszont olyaj, itt bajok lesznek. Valójában nem. Ez így van a legnagyobb rendben. Csinálj egy kézalakút, és adj neki egy pacsit. Először csak egy random kezet terveztem kiformázni, de aztán beugrott, hogy a sajátommal ez sokkal nagyobb buli. Mindent beleadtam, hogy a lehető legpontosabb legyen, de persze tudtam, hogy a sütés átváltoztatja majd félkövérre. Fun fact, a billentyűk mellett sült meg ez a kis kezecske. Tehát akkor ez itt elméletileg a bal kezem mérete, és ezt faragtam körbe a jobb kezemmel, és most a bal kezemnek a jobb kezemmel tudok majd egy pacsit adni, ami tök szuper. Szóval, hogyha ezt most itt megtartod nekem, akkor... Megijedtem! Szóval, így puk! Puff! Na, azért nehogy megedd! Mondjuk amúgy ez a kezem ehető változata, gondolj bele. Akkor, mint a fejem. Jó, azért mézeskolás formában megduzzadt egy picikét, de most megmérjük össze a te kezeddel. Ó, hát azért van különbség. Az előző rész végén csináltam lájkot.
Hát akkor most ezzel a kézzel a tiédet is elkaphatom. Dobjatok egy lájkot? Mivel mi elkapjuk, illetve iratkozzatok fel, mivel ettől csak jobbak lesztek. Valamint jövőre is láthatjátok ezeket az őrültebbnél őrültebb kihívásokat. Viszont akkor addig is további szép évet kívánunk, valamint boldog minden, és akkor sziasztok! Sziasztok!